A vasa... Először is szervusz, kedves Szabó Gergő. Úgy hívnak, várjál? Kell néznem. Igen. Szabó Gergő. Vá, rázumulok, mert szerintem ez nagyon messze vagy. Meg fúj a szél is. Meg, valószínűleg hangosabban kell beszélni majd. Hozd közelebb a kamerát. Jó. Na, mutasd még egyszer. Mi volt az? Szervusz, kedves Szabó Gergő. Na, ennyit. Oké. De aztán majd később is. Jó. Nincs ilyen, hogy ennyit erről. Szomszédokat megkérjük egy kicsit, majd fogják vissza magukat. A vasárnapi boltbezárás nem érintette azokat az embereket, akik szintén be kéne zárni ilyenkor. Itt hatalmas nagy munkálatok vannak vasárnap ebéd után. Na, hát valamennyire közelebb hoztam, vagy még. Jó. Ettől függetlenül most egy picivel majd hangosabban. Na, ennyi. Én most így nem vagyok érdekes, csak leülök ide. Anya megy, Argentína. Remélem látszódik. Igen, szerintem igen, én nem látszódom. Hogy kezdődött? Tehát mi volt az első momentum, ami így eszedbe jutott, hogy neked ott a helyed? Hát több momentum is volt. Hangosabban. Hát remélem, hogy lehet így hallani, mert nem szeretnék kiabálni. Szóval több momentum is volt. Körülbelül 4 vagy 5 évre nyúlik vissza ennek az első pillanata, amikor beszélgettem egy nagyon kedves népzenész barátommal, aki arra biztatott, hogy ha szeretném látni a világot, akkor azt tegyem meg muzsikusként, és kezdjek el gyakorolni. Ehhez tudni kell, hogy utoljára a főiskolás koromban gyakoroltam, majd aztán körülbelül 15 év teljesen kimaradt. Hát ez volt az első, akkor el is kezdtem gyakorolni. Családom nagy megdöbbenésére megkérdezték, hogy mi ez az egész, miért gyakorlok, de akkor nem körvonalazódott ez az egész, csak úgy beült a fejembe ez a gondolat. Majd pedig a következő momentum az volt, hogy egy gitáros kolléganőm versenyzett Budapesten, nemzetközi gitárversenyen. És ezek a nemzetközi versenyek, ezek korhatárosak. Ami azt jelenti, hogy én már nem versenyezhetek. Kiöregettem a versenyzésből, anélkül, hogy versenyeztem volna. De belefiataloltál egy másikba. Igen. És hát nagyon féltékeny voltam erre az egészre. És aznap este, amikor volt az ő versenye, akkor beírtam a Google keresőbe, hogy Nemzetközi Kuvolás Fesztivál, és akkor ki is adta ezt a találatot, ezt a bizonyos argentin Nemzetközi Kuvolás Fesztivált. És még volt egy momentum, amikor is a muzsikusokhoz kötődik. A zongora kísérőm, aki egy Nyugat-Ukrajnából származó, kiváló, rendkívüli jó zongorista, Natália, elmesélte, hogy egy kolléga nője egyszer csak megelégelte az itthoni életet, fogta magát, elment Peruba zongorát tanítani. A mai napig ott tanít, havonta egyszer hazajön, a férje itthon dolgozik, nincs semmi, minden oké, de ő Peruban dolgozik, és néha hazajön. És akkor kikristályosodott előttem, hogy azért ezt meg lehet csinálni, hogyha az ember nagyon akarja, és elkezdtem lépéseket tenni e felé. Lefordítottam, illetve egy barátnőm Kettis segítségével, nem az segítségével, ő fordította le. Szia, Kettis! Az önéletrajzomat, hát amiben gyakorlatilag szinte semmi nem volt, mármint ami a szakmát illeti. Ugye általában egy szakmai önéletrajz arról szól, hogy itt végeztem, ilyen és ilyen mesterkurzusokon tanultam, ilyen és ilyen híres mestereknél, ilyen és ilyen zenekarban játszottam, turnén, versenyt nyertem, ezek szoktak lenni egy szakmai önéletrajzban, hát nekem egyetlen egy ilyen sem volt. Aztán a jelentkezés feltétele volt még egy hangfelvétel, ami alapján kiválogatták a fesztiválon szereplő előadókat. Ilyen nem sem volt, ezért ezt le kellett gyártani, ezt a hangfelvételt. És volt egy szóló darab, amit hát körülbelül 20 évvel ezelőtt hallottam Szegeden. Akkor ott volt egy nemzetközi fuvola verseny. Úgy tudtam ott lenni, tudtunk kollégákkal ott lenni,
hogy akkoriban évente megrendeztek egy országos fuvalás találkozót az ország különböző városaiban, és akkor ez ott volt Szegeden, hozzá kötve ehhez a versenyhez. És én végighallgattam a versenynek a, nem tudom, talán a középdöntőjét, és ott volt ez a bizonyos darab, kötelező darab. Tehát nagyon sok versenyzőtől végighallgattam. Ez egyébként egy Philipp Emanuel Bach, Carl Philipp Emanuel Bach ámol szólószonáta, ez a címe. És mindig álmom volt, hogy ezt a darabot megtanuljam. Mármint, hogy rendesen megtanuljam, mert az ember itthon mindent eljátszogat a szakirodalomból. Azt is, amit nem tud, de hát próbálgatja a négy fal között, de az nem ugyanaz, mint amikor azt mondjuk, hogy ezt megtanultam. És elővettem ezt a darabot újra, és elkezdtem gyakorolni, és ez a bizonyos népzenész kollégám, akit úgy hívjuk, hogy Mészáros Tibor, ő stúdiózik, van otthon egy saját stúdiója, de a kedvemért behozta a felszerelését a Váci Zeneiskolába, és elkészült a felvétel. Ez is megvolt, hát még akkor fotót kellett készítetni, és akkor elküldtem a jelentkezést, és hónapokon át lehetett, novembertől februárig tartott a nevezési idő, és áprilisban jött az értesítés, hogy a küldött anyag alapján mehetek a fesztiválra. Hát, dióhéjban. Akkor most térjünk vissza arra, amikor legelőször velem közölted a hírt, hogy te mész Argentinába, és én erre hogyan reagáltam, és ez neked hogyan esett? Hát amikor közöltem veled a hírt, hogy megyek, szeretnék Argentinába menni, akkor így röhögtél egyet az egészen, lehetett érezni, hogy nem veszed komolyan, meg hogy igazából szerinted lehet erről beszélni, mert az egészből úgy se lesz semmi, most akkor beszélni miért ne lehetne róla. Nem esett sehogy, különösebben nem érdekelt, mert ugye a zsigereimben éreztem az elszántságot is, meg ennek az egész a lehetőségét. A szomszédokat nem tudjuk kivágni. Csak be is állítom újra. Azt mondja, hogy... Ez így nappal szemben... Tudom, de legalább van rajta egy kis fény. Nem kell mesterséges fény hozzá. Mehet tovább. Hát, hogy kérdezzél, légy szíves. Jó. Mi az, amit a legjobban félsz? Hát... Két dologtól. Az egyik a kommunikáció. Mert hogy nem tanultam angolt soha. Sőt, határozottan elzárkóztam az angoltól. Mégpedig azért, mert még valamikor középiskolás koromban kinevettek egy szó kiejtéséért. Ez pedig a picture szó volt, amit én úgy mondtam, hogy pictor. És a barátnőm, aki egyébként tényleg nagyon jó barátnőm volt, olyan hunyosan röhögött rajtam, hogy akkor ez így belém égett ez az egész. És elhatároztam, hogy én is az angol nem fogunk egy bolygón járni soha. Most Argentinában egyébként spanyolul beszélnek. És először azt gondoltam, hogy spanyolul kell tanulnom. Van is itt a faluban egy lány, aki most már egész jól beszél spanyolul, de aztán utána olvastam, és kiderült, hogy az argentin spanyol és a spanyol nem érti egymást. Ezért aztán utána jártam, és azt javasolták különböző fórumokon. Ugye ő nincs benne? Lásd, az előbb pulóver alatti volt sört. A nap miatt akarja magát. Szóval angol. Angol. Az angolt kell inkább angolul. Milyen szinten vagy most az angollal? Mert azt tudom, hogy jó, onnan tudnám, hát a feleségem vagy persze. Hát most gyakorolod mi a mióta? Igen. Nyár. Közepén kezdtem el az angolt tanulgatni. Hát nem nagyon tudom felmérni, hogy én milyen szinten vagyok. Gondolom még legalább egy évet kéne tanulnom az alapfokú nyelvvizsgáig. Hát mert ez éles helyzetben kiderül. De abszolút tudom az alapkifejezéseket, az alapszavakat, amik talán elegendőek lesznek ahhoz, hogy megértessem magam. Tulajdonképpen attól félek, hogyha hozzám beszélni fognak, azt nem fogom megérteni. De aztán hallottam róla, hogy megolvastam, hogy ott is inkább ugatják az angolt, mint beszélik. Úgyhogy megértjük egymást. Én tudom róla, hogy a színpadon hogyan szoktál reagálni az első percekben, amíg ugye át nem lehetősz. Igen? Igen, Benjo? Igen. Jó, rendben. Ő Benjo volt, a kisebbik fiú.
Szerencsére ő is szerepelt a filmben. És Szabó Gergő is. Szabó Gergő nevét meg kell említenünk ebben a videóban. Mert kérte. Igen, megkérte. Megkérte az engem. Így teljesítve a kívánság. De erre még visszatérünk. Közben gyomlálok, jó? Jó, hát igen. Kell, el kell a női kéz a kertben. Szóval én tudom azt, hogy a színpadon hogyan reagálsz arra az első pár percre, amíg át nem lendülsz azon a holdponton, amikor már magára a darabra teljes mértékben felszabadultan figyelsz úgy, hogy a környezetedet teljesen kizárod és átadod magad mondjuk a művészetnek. Szóval szerinted ez nagyobb súlypont lesz? Ez a fellépés a többi felléphez képest? Na, inkább te mondd el a saját szavaiddal, hogy mi az, amiről eddig beszéltem az első pár perc. Szerintem kettős az a dolog. Egyrészt ugye nem tudom, hogy néz ki a hely, hogy mekkora. És nem tudom, hogy mekkora közönség lesz. A közönség száma az mindenféleképpen befolyásoló tényező. Sok minden, a fények, például, hogyha egy olyan színpadon játszik az ember, ahol reflektorok világítanak a színpadra, és a közönség sötétben van, akkor az egy picit több stresszt okoz. Nem vagyok rutinos fellépő, ez a baj. Szóval nem tudom, hogy mikor tudok átlendülni, nagyon fogok rá készülni fejben. Tehát ezt nagyon a helyére fogom majd előtte tenni, hogy mi az, amire figyelnem kell. Hát általában egy olyan 3-4 percig játszani kell ahhoz, hogy az ember elkezdje elengedni magát. Aztán van mindig egy pont, amikor megtörténik ez a váltás. A másik meg az, hogy ott én leszek egyedül európai. És szerintem fognak engem ott szeretni, úgy gondolom, meg fognak nekem örülni. Nyilván ettől még nagyon jól kell játszani, de a darabokat is úgy válogattam össze, mindegyik hatásvadász darab. Szól valami Magyarországról? És a három művet fogok játszani, és ebből a harmadik Bartók lesz, Bartók darab, aminek hihetetlen virtuóz a vége. Tehát egy nagy durranás. És hát ezt tudom, meg el tudom játszani, tehát ezzel biztos, hogy nem lesz gond ezzel a darabbal. Hát nem tudom milyen érzés lesz, tulajdonképpen nagyon várom, hogy milyen érzés lesz az egész. Ez egyébként ez az adrenalin, ami hajtja a művészeket, ezt az érzést megélni. Magát az izgalmat is, meg azt az extázist, hogy ott állsz, ott vagy, megcsináltad, és a közönség reagál. Van még egy vágyad, ugye látni az óceánt. Ezt elcsesztem. Hogy? Hát nekem határozott vágyam volt, ugyanis a Tibitől az a mondat az úgy hangzott pontosan, hogyha szeretnéd látni az óceánt, akkor fuvolász. Hát ez volt az a kulcsfontosságú mondat. Hát, hogy Buenos Aires nem az óceánparton van, de nagyon nem, hanem egy torkolatnak a belsejében, és ez a torkolat 300 km hosszú, és az utazást sajnos nem úgy szerveztem meg, hogy legyen időm ezt a távolságot megtenni, pedig nagyon szerettem volna az óceánban benne állni. Legalább csak egy percig, és azt hittem, hogy ez összejön, mert az átszállásnál lesz 5 óra, és arra gondoltam, hogy ez az 5 óra elég lesz ahhoz, hogy ezt kivitelezzem, de nem, sajnos nem. Úgyhogy az óceánt majd csak a repülőgépről fogom látni. Ennyi. Muszáj lesz visszamenni. Vagy hát valahol máshol. Megnézni. Igen, áztatni benne lábamot. Mi fog történni akkor, ha hatalmas sikert fogsz aratni, és mondjuk ez tovább lendít. Tehát vesz nyilván... nekem egy Hondát. Tehát, ugye ez egy olyan fesztivál, ahol olyan szakemberek is részt vesznek, nem csak a zsűribe, hanem mondjuk a közönség soraiba, akik mondjuk szemet vetnek olyan emberekre, akik kiemelten tehetségesek, és onnantól kezdve meghívják mondjuk egy komoly zenekarba, szimfonikus zenekar, ugye? Így mondják. Na, erre akartam rá kérdezni, hogy nem tartasz attól, hogy az eddigi pályafutásod, az eddigi kis, hát azt lehet mondani, kis egyszerű kis életednek vége? Semmiféleképpen nem. Egyrészt nem vagyok kiemelkedően tehetséges. Másik, hogy
ez a fesztivál nem erről szól, tehát itt például nem lesz zsűri, ez nem verseny. Ez egy ilyen, nem tudom, nem tudtam normálisan kiszűrni az angol szövegből, ez inkább egy ilyen békefesztiválszerűség. Tehát egy ilyen, gyűjjünk össze, mi fuvolisták, meg mindenki, aki ajaksípos hangszeren játszik, és muzsikáljunk, és szeressük egymást. Tehát ez erről fog szólni. Túlságosan messze vagyok attól az országtól, ha ott érem, esetleg bárki felfigyel, ami kizárt, mint muzsikusra felfigyelne, ezt kizártnak tartom. Jövök haza egy hét múlva, tehát nem fog történni semmi. Ennek nem lesz utóélete ennek a dolognak, mármint ami fizikailag Argentinát illeti, tehát ott nekem nem lesz már ezek után dolgom. Én kapok majd remélhetőleg egy akkora gellert, ami segít még a további lépésekben a pályámon, és egy életre szóló élményt. Ezért megyek. Én ismerem a benned lezajló kettősséget, az, hogy te mondjuk ugye zenepedagógiai szakon tanítasz, illetve azt, hogy van egy másik benned buzgó dolog, az, hogy nem csak ez, hanem inkább erősebben zenélni. Tehát érted, mire akarok kiukodni? Persze, értem, igen. Szerintem most még fiatal vagyok, tehát most még van lehetőségem egy picit előrébb lépni, és valamennyire kitörni a tanterem négy fala közül. Ezt akartam nekünk, melyik a fontosabb a zenél, én tudom. Hát én tudom, csak ugye mondd el. Fábián Annamarival jártunk utcazenélni Nagymarosra a piacra, a biopiacra, nagyon szerették az emberek, és egyszer odajött valaki, és megkérdezte tőlünk, hogy mit szerettek jobban, tanítani vagy zenélni, és mind a ketten egyszerre vágtuk rá, hogy zenélni. De most a tanítás akkor... nagyon jó, meg nagyon fontos, meg az ember ezzel keresi a pénzt, de ha valakiben van egy kis talentum, egy kis becsvágy, egy kis életösztön, életigenlés, akkor megtesz mindent azért, hogy muzsikusként meg tudja magát mutatni az embereknek, hiszen ez a dolog erről szól. Oké, akkor még egy kérdésem van. Arról tudok, hogy lesz kint hangszerkiállítás és próba lehetőség, ki lehet próbálni a hangszereket. Igen. Mire vagy a legjobban kíváncsi, amit még eddig nem láttál, fogtál a kezedbe, akár hát mondd el. Szeretnék egy arany muramacu vagy mi az a fuvalát kipróbálni, amik japán hangszerek, csúcskategóriás, kézzel készített, iszonyatosan sok millió forintba kerülő fuvolák. Remélem, hogy lesz ilyen. Lesz egyébként, mert benne van a programban, ennek a két hangszernek a neve ott van. Hogy arany lesz-e, azt nem tudom. Életemben nem fújtam arany fuvolát, viszont vetkőzök. Most eljött az a pillanat, amikor már... amikor elfogyott a borom. Ó, várj. Utánpótlás. Na de kit akarsz? Már ne haragudj. Hát, addig, amíg töltök. A pincér is kit akar. Ezért se tud benyelmi a filmezni. Pedig fülbevalót is tettem a fülembe. Tényleg? Csak emiatt? Na, én láttam egyébként. Na, visszatérve Argentinára, ha visszajössz, szintén csinálunk egy ugyanilyen hosszúságú filmet, de lehet, szerintem ott hosszabb lesz, mert akkor már lesz. Remélem. Lesz élménybeszámolód. Azt megkérdeztem, hogy mi az, amitől a legjobban félsz, mi az, aminek a legjobban örülnél? Hát siker, sikeres szereplés. Meg ha láthatnék legalább valami különlegességet az országból. Ugye mindenki mondja, hogy hova lehet elmenni, a valamilyen vízesés, Iguazú. Talán, nem tudom, most lehet, hogy nagy baromságot mondtam. Vízesés, meg van pampák, meg... Egyébként az Andok lábánál leszünk. Tehát, hogyha ebbe a 4-5 napba beleférne egy kirándulás, az nagyon jó lenne. De ahhoz engem valaki el kell, hogy vigyen kirándulni, mert egyedül nem fog sehova tudni elmenni, hiszen nem tudom a közlekedést.
Tehát, hogyha lenne egy olyan csapat, vagy a szervezésben, a programba belefoglalnák esetleg, de hát őt környező országokból lesznek. Nem biztos, hogy kíváncsiak a környékre. Nem biztos, hogy különösebben kíváncsiak, tehát hogyha... Nekik egy pár darab láma nem sokat mond. Valaki azt mondaná, hogy akkor most... Milyen láma? Elmegyünk, és ezt és ezt megmutatjuk, hogy ha már elutaztál Magyarországról ide, akkor lássál valamit a mi országunkból. Ez nagyon jó volna. Ha már az óceán kimarad, meg hát annak örülni fogok, Buenos Airesben autózni fogunk 40 kilométert, így aztán majd ugye városból valamit fogok látni, ez tök jó lesz. Mi az, amit magaddal fogsz onnan hazahozni, tárgyszerűleg? Tehát van olyan elképzelésed? Van, Szatmári Ferinek kávét kell hoznom, argentin kávét. Én magadnak. Lefordított nekem egy mondatot, ezért kávét kért. Víg Zsuzsinak kell hoznom homokot. Mert hát az itt is van. Igen, mondtam, hogy jó van, Zsuzsi, hozzuk. De ezt be lehet őt csapni. Semmit, homok kell. Viszünk innen a kertből neki. Ez van. Azt mondta, hogy külföldi országokból gyűjt homokokat kis üvegekbe. Úgyhogy homokot kért, tehát neki homok magamnak. Passz. Egy üveg bort. Hát bortermő vidékre megyek. Mendozában bort termesztenek. Sziába, az Valenszki család, mit láttam. Ez Valenszki név. Úgyhogy szóval valószínűleg igen, valószínűleg egy üveg bort, nem tudom, valami kézműves tudom. Nem engedik fel a repülőre. Vagy valószínűleg a csomagba tudod csak hazahozni. Hát akkor berakom a csomagba. Csomagtartóba. És majd összetörik, és összeborozza Dobsonyi Tünde fehér szoknyáját. Mert azt kérte kölcsön? Hát ő kölcsön. Ja, oké. Utolsó kérdésem, és le is zárjuk a filmet, nagyon hosszú. Fellépő ruhád, nőről van szó. Ez minden nőnek nagyon fontos. Hát ugye képviselni kell a magyarságot, meg kokárda. Legyen különleges, és van nekem egy nagyon-nagyon szép bánki népviseletem, aminek a felső része az úgynevezett pruszlik, az egy hímzett, kézzel hímzett cucc. Én hímeztem egy teljes nyáron át, úgyhogy ezt fogom felvenni csak simán, egyébként az rendes népviseletben ez alá még kell ing, meg minden hülyeség, de ezeket nem fogom felvenni, és akkor ehhez egy földigérő fehér szoknya lesz. Cipő? Fehér cipő, ami még Vácon van a cipésznél, úgyhogy azért még hétfőn el kell fülbevaló. Sarkaltatni. Fülbevalót még nem találtunk ki. Fodrász! Haj, kértem tegnap anyukámtól hajcsavarókat. Igazi régi hajcsavaró. Hajsütő vasat nem akartam megkockáztatni a bőrönben, ahogy fegyvernek nézzék. Úgyhogy igen. Smink? Felcsavarom, sima. Szerintem elképzelhető, hogy egy ilyen léptékű fesztiválon van úgynevezett, nem tudom, hogy hívják, amikor ugye a TV felvételek mennek, és ott ugye egy ilyen hátsó szobába sminkelik őket, sminkszoba, ennyi. Tehát most hívjuk... Tessék? Az a smink, a make-up. Jó, tehát nevezzük sminkszobának az egyszerűség kedvéért, én nem vagyok járatos ebben a világban. Egyszerű köműves segéd vagyok. Szóval... Persze, Levente csinál. Levente megoldja. Na, szóval szerintem ott téged fölkészítenek, mivel lesz tévéfelvétel. Nem hiszem, hogy megengednék azt a... Hogy ilyen ronda legyek. Nem ezt akartam mondani. Azt akartam mondani, hogy szerintem ők minden apró részletre ügyelnek. Tehát nem engedhetik meg maguknak azt egy ilyen nemzetközi sugárt. Azon a nyelvterületen mindenhol sugározni fogják ezeket a... ezt a műsort, hogy tehát szerintem ott fel fognak téged készíteni. Szerintem meg nem. Erre majd utólag visszatérünk, hogy milyen nem, volt. Szerintem ilyesmi biztosan nem lesz. Smink szoba? Nem hát. Na jó, ezt most nem boncolgatom, mert szerintem lesz. De mondom, utólag a következő film, amikor már hazajöttél, és learadtad a nagy sikert. Szerintem se lesz, hát tévésóknál szokott ilyen lenni. Persze. De ez tévé közvetítés lesz. De nem, ez nem egy média rendezvény. Egy bánki rendezvényt is filmeznek, tévéközvetítés. Melyiket? Akármelyiket, annyira tök mindegy, hogy melyiket. Neoton Família, augusztus 20-a. Ezeket mind mi filmezünk? Tévéközvetítés, ugyanúgy. És mi nem sminkelünk. És nincsen összevesznek még... a fejem fölött. Az én filmemben, inkább a cigit csinálják. Na! De messze van, én nem akarok fölmenni oda, anya! Őt most hagyjuk ki, jó, majd én megoldom ezt a problémát. Lezárjuk a filmet, hogy ne, hogy hosszú legyen.
és ne nézzék végig. Úgyis végig fogják nézni egyébként. Búcsúzóul, magadnak mit kívánsz? Zökkenőmentes utat. Ja, akkor most ez erről jutott eszembe, és ez nagyon jó. Akikről eddig hallottál, hogy nagyon, nagyon messze utaztak, stb. Mindenki elmondta, hogy valami azért történt. Valami váratlan. Valami váratlan, ami így hirtelen... Hát történhet a repülőtéren váratlan dolog. Bárhol történhet váratlan dolog. Mint az esküvőnkön, hogy otthon maradt a személyigazolvány. Akár egy ilyen is, igen. Hát annyit tudtam tenni ez ügyben, hogy beszereztem telefonszámokat, a Facebookon sikerült kapcsolatot teremteni egy kint élő magyar nővel, nem Mendózában él, igazából nem is tudom, hogy hol, de hát ugye beszél magyarul, és az ő telefonszámát kértem el, aztán a fesztivál főszervezőjének a száma nálam van, rendőrség, nagykövetség és mindenféle telefonszámot kiírtam, illetve hát ugye a lelkész, aki majd Buenos Airesben átvisz egyik reptéről a másikra, az ő telefonszáma, meg akkor a Dedón keresztül, hogyha minden kötél szakad, akkor interneten, Facebookon, nem tudom én, Messengeren tudok segítséget kérni. Oké, okay, jelentkezek, utolsó veszúrás. Bánzsó, elmehet a bicikli? Persze, hogy el. Bánzsó, elmehet a bicikli? Elfelejtettem. Hú, pedig nagy poén lett volna. Nem baj, nem, közben itt levent, hogy beszólt elfelé, pedig itt volt a fejem, hogy kiszállt hirtelen. Piknolepszia, ez volt. Ezt kitört, a helyzet. Igen, kitörlődött az agyamból, de fontos, egyébként jó poén lett volna így a egész. Telefonszám, Dedó, telefonszám, visszább. Szervező, telefonszám, magyar csaj, telefonszám. Nem fog eszembe jutni. Váratlan helyzet. Nem fog eszembe jutni, hagyjuk, kikapcsolom. Jó. Jó utat. Sok sikert! Igen, megvan! Jaj, de jó! Mindenki azt mondja, hogy nem fogsz visszajönni. Ja. De tényleg valaki oda megy hozzád, és csapja a szelet valami kis Juanito, tele kőgazdag dolgokkal és gyönyörű autóval, és mindenki azt mondja, hogy nem fogsz visszajönni. Meg se fordul a fejemben, hogy ne jöjjek vissza. Úgyhogy erre igazából nem is tudok mit mondani, ha nagyon muszáj rá valamit mondanom, akkor csak annyit mondhatok, hogy fogalmam sincs, hogy az élet mit szán nekem. Ennyi. Azoknak mondom ezt, akik azt állítják, hogy nem fogok visszajönni. Visszajövök. Természetesen. Hát itthon van Benjóka. Nem kell magyarázni, hogy miért jövök vissza. Levente. Te. Én. Te. Szóval... jó, ez csak poén volt a végére, de legalább kitalálom, ez legalább eszemült. Na, látom. Jó utat!